Hoztál ünneplőt? Az alapruhát. Már én magam is eltévedek. Szevasztok srácok, üdvözlök titeket a következő Tutti SMP epizódban, és hát szerintem még a bázisomat úgy teljes valójában nektek sem mutattam be, mert videón kívül rengeteget játszok a játékkal. Ugye körülbelül így már felülről láthattátok, sőt meg tudom nektek mutatni 3D-ben is, de a föld alatt rengeteg minden rejtőzik, amit még nem láthatok. Úgyhogy a mai videóban elérkezik hozzánk Sajt 32, és neki bemutatom a teljes bázisomat végigszaladva rajta, de a titkos projektek, ami például itt van előttem, az még nem lesz benne, mert az még készülőben van. Annyit hagyd mondjak el, hogy mi vagy nem otthon vagyok, nem volt jó a beállítás, és Sajt picit halk volt, én meg hangos voltam, ezért sorry, de vágjunk is bele a videóba. Let's go! Na. Szombat 11? Szombat 11. Halljátok, kész, Sajt 18 órát gyűlöli. Kijelentettem. Kijelentette. Jó, megyek. Én itt én csinálok egy ilyen építményt itt, de megyek. Mert elméletileg itt vagy. Eljöttem direkt ide hídodig. Ott vagy, tökéletes, hi. Amúgy... Jó napot. Hallod, te ilyen menné vagy amúgy, hogy már full gyémántos meg ilyen? Hát nem, hogy full gyémántos, hallod? Olyan a gyémántom, vagy a gyémántom, mi az az armorom, hogy oda-vissza izé, meg full, hallod? Unbreaking, hát 4, protection, itt tudom én, sőt van karóra, mending... Karóra, kezedem, efficiency 4, fortune 2, mending, unbreaking 3 a pikexem. Szóval, hogy... Nekem meg tudod mi van, ezt neked hoztam ajándékba. Oh. Egy puffyfish. Kösz. Most fogtam a Mária, videó, csak tele vagyok. Ez pedig az én ajándékom. Neked. Azt a kábel, oké, a kedvencem. Ez a signature blokkó, ez a kábel. Ez nagyon jó. Eleve képzeld, ezt horgászatból fogtam. Nem tudom, ki koptatt el, a halak így ütögették vele a fákat, de most fogtam a fecet. Wow! Nagyon csodálatos. Csodálatos. Meg tudnád nekem mutatni a bázisot, hiszen eljöttem és nagyon kíváncsi. Azért... Te míg besántikáltál eddig. Hallod? Senkinek nem mutattam még meg a bázisom, úgyhogy te vagy az első. Ne szórakozzál már tényleg. Igen, szóval ez nagyon romantikus első. Én le is veszem a ruhámat, ünneplőbe megyek be itt a bázisom. Hoztál ünneplőt? Hát ez az ünneplőm, az alapruhám. Az alapruhám. Várjál, fél egy eltemettem. Jó, értem. Oké. Várjál. Nekem ez az ünneplőm. Nagyon szép, hogy így. Láttad, hogy amúgy emeraldal meg van fúzolva, meg vassal? Igen, nekem az nagyon tetszik. Nekem az annyira tetszik, csak még fogalmam sincs, hogy hogy lehet így fúzolgatni. Nekem Dávid mutatta meg, úgyhogy lehet, hogy neked is mutatja. Meg hiányzik az, hogy egy darab diát találtam eddig a bányába, azt se ütöttem még, hiszen elfelejtettem videóba lemenni oda. Szóval... Oh. Jó, na, akkor várjál, menjünk át ide, mert ugye mert itt kezdődött. Túr, igen. Hallod, ez olyan túr, betúr. Ott kezdtem, ugye abban a faluban, ott volt az első kis házam, úgyhogy menjünk ide, és akkor innen. Innen kezdődik az én villám. Ugye azt el kell mondanom, hogy én ugye a sivatagban lakok, mi vagy egy sivatagi kaland, úgyhogy nekem minden nehezebb, mert aki Minecraftozik, az tudja, hogy a homok az borzalom, főleg ha vízzel párosítod. Lát, köszönöm. Szóval, átmegyünk a hídon, és megérkezünk az én kis sivatagi villácskámba, ami így lehet, hogy kicsinek néz ki, de a felszín alatt, hallod? Azt a te, olyan de dolgok rejt. A mert bele... Mert belesuttogtam a mikrofon. Jó, na. Fáradj be, kérlek szépen. Köszönöm szépen előre. Én bezárom utána, azt hittem, de... ez így nagyon helyes. Muszáj, mert így nem jönnek be a creeperök, igaz? Vannak macskáim, mint látod, itt vannak. Rengeteg creeperöd van itt, nem? Mert igen. Igen. Nem vesznek észre, meg hasrak, hogy csak bejönnek, a rásolnak. Így van, úgyhogy itt vannak az én házőrzőim, mint látod. Macska egy, van egy csomó. Na, nincs az alapha... Ez ófehér például. Az tökéletes név. Az a baj, némtegeket alig találok, sőt, semmit nem találtam. Én is imutol. Loptam. Szóval, ez épült meg először, ez a sivatagi villámnak az alapja. Ide, ha bejövünk, van egy kis kózi kemencés részünk, továbbá a hálószobám.
Engem. Mik ezek a múzsáid? Igen, nek a múzs, ők énekelnek nekem, hogy elaludjak. Azt az altató, a fehér zajt ők adják alváshoz. Igen, enyém a kék ágy, Kingája a zöld, igaz, még sosem aludt itt, de... Igen. Majd ha lesz CD-m, akkor zenél, vagy táncolnak is nekem a múzsák, de még nincs. Táncolnak a Minecraft-ba? Igen. Ha CD-t raksz a notebookba, vagy mi a CD lejátszóba, bakelit lejátszóba, akkor igen. Na itt van a storage. És figyelt, hogy még ilyen creeper-ös kis... Igen, ezt a sivatagi templomból loptam. Azt hittem, hogy ilyen ügyes volt, hogy kraftoltad, de jó. Ezt lehet kraftolni? Nem tudom, lehet. Valahogy biztos lehet. Na de itt van a storage részem, és hogyha bejössz, gyere. Igen, méghozzá világító TNT, gyönyörű. Ne szórakozz, de szép. Itt, ugye? Itt raktár, aha. Annyi a raktár, hogy nagyon pici, szűkös, és ha megnézed, már a föld alatt is vannak chestek, ahova nagyon-nagyon nehéz be... Meg oda gondolom, nagyon értékes cuccok. Hát, nem, az a mi az, minecartos chestem. Ez a mindenes bedobálós, és akkor itt vannak a köves, alatta a terrakottás köves, fa. Hát ez a raktár mondjuk, itt minden is itt van. Igen, és... Nem tudod azt, hogy miben mit tettél, fogadjunk. De, nem. Képzeld el, hogy ez az első sorozat, amiben figyeltem arra. Itt vannak elől az értékesek, nézd, ha megnézed ezt. Alatta vannak a még értékesebbek, a gyémántok és a vasak. Igaz, nekem már a vas értéktelen, mert mindjárt eljutunk oda is, hogy miért. Na, arra nagyon kíváncsi leszek, és én abból lopnék is amúgy. Jó, nagyon szívesen vihetsz. Persze. Mindig. Sőt, gyémántot is adok majd elmenetelni, ha jól viselkedtél, akkor meg se szólalok, és bólogatok, hogy nagyon ügyes vagy. Nem mutogatom tovább ezt, teljesen felesleges. Fentre még nincsen semmi tervezve, viszont ha van ötleted, akkor azt várom, vagy a nézőknek van bármiféle ötlete, azt várnám a komment szekcióba, hogy mi az Isten legyen itt, mert fogalmam sincs. Hát ez jó kérdés. Ez jó, hogy elképzelem ezt a házat a valóságból, hogy mit tudnék ide képzelni. Ugye? Én napágyakat, de Minecraftban nem nagyon... Lengető helyi lányokat. Jó. A Minecraftban az jó, oké. Na. Hozod a falusiakat. Azt végül is legyezgetnek. Jó, na, menjünk itt tovább. Ez itt egy ilyen, hát egy tér. Igen, mint látod, itt a tér. Itt pedig a, mi az Isten? A farmom. Majd ezt automatizálni fogom falusiakkal. De ahogy ennyi víz elég volt. Igen. Ez mindig azzal küzdök, hogy a blokk különbség van ugye magasságban, oda plusz vízre van szükségem. Az lehet, de én direkt egy síkba csináltam, és ugye a víz körül 4-4-4-4 oldalba el lehet pakolni mindent. És már itt nőnek a snifferös virágaim is. Nagyon szép. Kaptam egy ilyet Jadeaftól jutalomba, szóval nekem is van ilyen egy. Én is távítól kaptam a Toiglit. Akkor meg is mutatom, itt van egy ilyen kis zen kertem, nem tudom, figyeled-e, egy macskával. Wow. Ide le lehet ülni. Ez lehet... egy japános stílus. Igen, japán stílus, nagyon itt lehet szép. Chillelni, megy le a nap. Nagyon-nagyon szép. Ott is a kis Cicuri el van. Igen, ott az nagyon vigyáz arra, hogy a creeperök oda sörjenek. És akkor itt van a sniffer haverom. A kis szaglász. Nagyon szép. Ugye milyen szép kis kertet? Ma lőtt meg, képzeld el, ma lőtt meg a snifferem. Én most szeretnék majd másik... Nagyon jó hangokat ad ki, imádom. Igen, a hangját. Úgy imádom, hogy az orra így föllemozott, annyira jól néz, így platlom, így ide-oda. Nagyon jó, nagyon aranyos, tényleg. Úgyhogy ő itt lakik, és akkor menjünk itt erre tovább, mert igazából én sem tudom, milyen irányba utassam. Itt vannak ezeket, nemrég szereztem. Na, nekem ilyen nem nincs, az Andieknál látom, hogy nekik tök sok ilyen segítő volt. Igen, mi Dáviddal elmentünk és elhoztuk az outpostból. Igazából azt is elmesélem röviden. Dávid mondta, hogy menjek, segítsek neki. Mint kiderült, neki se normális ruhája, se normális fegyvere. Úgyhogy én, amíg öltem a pillager-öket, ő lopkodta ezeket. Igen. A teve? Itt van Gerzson. Nagyon jól néz ki, hallott. A híres Gerzson. Nagyon jól néz ki. Ugye? Amúgy, ha gondolod, tudok neked is tevét adni, mert akkor mehetünk is tovább. Azért sietek, mert amúgy sose fogunk végezni. Hát igen, akkor a területed azt hiszem tényleg, a pörges. Teve farm. Meg mi? Hát ez egy picikét hallom, de nem izé. Igen, ezt ne nézzétek. Már Európai Unió elutasítaná ezt az... Lehet, igen. Na, és akkor itt meg is szemlélheted a működését az Iron Farmomnak. Na, erre voltam nagyon, vagy vagyok nagyon-nagyon kíváncsi. Hogy kerül ide az Iron Golem? Van hol a környéken, falusi? Igen, pontosan ahol állsz. Nézd csak, itt. Ahogy alatt? Itt. Hallom a nyüsszögésüket. Itt van három darab falusi, három ágyjal, és kettő darab zombi, aki egy csónakba ül.
és ő mindig megvédi tőle, és igen. Tehát a farmolod mindig a... Így van, és nagyon félnek. És mennyi vas jön ki? Nem emlékszem már, sok. Mindjárt megmutatom neked, mert nagyon ritkán vagyok itt, és nagyon ritkán afkolok, de annyi vas van már, hogy meg is próbáltam őket elvezetni, de nagyon nehéz. Mindjárt ide is visszajövünk a falusiakhoz, mert hogy este van, én nagyon gyorsan alszok, meg akkor menjünk még a másik oldalára a farmnak, vagy a villámnak, gyorsan. Ne nézz, miközben alszok. Dehogy is nem. Nagyon para. Jó reggelt! Na, oké, és akkor ezzel az oldalon még nem voltunk, ezt nagyon gyorsan végigmutogatom. Itt van egy fafarmom. Ennek az a lényege, hogy ez egy ilyen régi technikával épült, kihagyva a blokkokat és oda torcsokat téve, és egy óriási blokkfa nő ki. Nagyon-nagyon gyorsan. Ha akarod, majd egyszer megmutatom. Jack! Nem szabad, közben egy bejött Jack. Zseniálisan sok fát termel, ennyi volt, ezt mehetünk is vissza. ez így kint, addicionális szép, része a háznak. Mi, ha két a sivatagban, akik ilyenre van ez szüksége, így látom, van. Elköltöztünk olyan helyre, ott nincs szükség ilyenekre. Itt van egy ilyen kis lábáztató, hogyha büdös a lábad, meg tudod áztatni. Mire körülnék, ha ezek a cuccok így pattogtatnának, hogyha ráugrasz. Igen. Olyan jó lenne, hogy egy paink, mint egy slime lenne kicsit. Igen. Teljesen, mint egy mozoghat. Nagyon aranyos, jó lenne ráugrálni tényleg. Itt vannak a teheneim, hát szegények megfogyatkoztak, mert kellett bőr. Nagyon sokan vannak. Igen, de majd intézkedem. Itt vannak a csirkéim. Ó, adtak egy csomó tojást, köszi szépen. Hát, de amúgy akkora helyen van itt a sivatagban, mint az állat, és miért igen. Egy 4x4-es azért, mert akkor megmutatom neked, amit amúgy nem kéne emberi szemnek látnia, gyere le kérlek szépen. Jaj, hogy a csirkékkel amúgy mi újság van, és akkor itt be is menjünk a ház alá. Mert így a tetejével lassan végeztünk is. Hogy ilyen összeköztetések vannak, és itt van valami... Itt van az automatikus csirke égető. Úgyhogy azok ott fent csak a látszatok. Majd bene esközéjük. De milyen rendes, hogy jönnek a nagy ellenőrzések, és azért van alatta, hogy ne hallják, ahogy küzdenek az életükért szegény csirkék. Hát ez nagyon durva. Igen, úgyhogy akkor itt át is mehetünk a házam aljába, gyere kérlek szépen. Megyek utánad? Gyere, itt egy kicsit ilyen kacifántos lesz, meg itt ezek az összekötő utak nincsenek rendesen megcsinálva. De menjünk először erre, ne a pókfarm irányába. Okay. Mert az is van, és akkor lejutunk, ide jövünk le, úgyhogy ha lejövünk rögtön a ház alól, ide jutunk le. Falus trét, cukornád, smelter, igen, farm. Minden van itt, szóval itt van az enchanting hely, ez annyira nem ez nagy dolog. Ez nem még nincsen sajnos. Pedig az szükséges, itt van a super smelteröm. Értelemszerűen, hogyha XP-t akarsz megtartani, akkor ugye ez bekapcsolod, ha nem, akkor csak szimplán megy és éget, mint a vadállat tényleg másodpercek alatt. Nagyon fejlett, nem is tudtam, hogy ilyen resztóros vagy. Én nagyon resztóros vagyok. Itt egy kicsit még építés alatt van, mert azt szeretném, hogyha a vasfarmból elszállítanák a hopperök a fenti chestjeim közé a vasat, de ha megnyitod, ezt nézd. Szóval nyugodtan. Akkor biztos, hogy elő tudja, hogy vigyél, hajrá, szolgáld ki. Még vigyél nyugodtan. Akkor viszek 5x64-et. Oké, mint látod, ezek termelődnek, mint a vadállat. Hát igen, neked jó sok van. És akkor ez fölöttünk, itt van. Most jön a... Hallod? Ja, igen, hallom! Éppen most haldoklik. A valamelyik hopperbe a belekat. Aha. Igen. Szegény, hogy küzd? 1, 2, 3, 4, 4. 4-et kb. 4, aha. Igen. De mi vagy, ha itt vagyunk, nagyon gyorsan haldokolnak, úgyhogy szegényként. Ez itt a föld alatti része, itt a vázis sorozatodnak, ugye, igen. Hogy mindenféle kis cuccokat csinálsz. Így van, itt vannak lávák. Ez meg, hogy ez meg örök láva lesz, ebben aha, jól, ez örök láva, itt van felette a láva, lecsöpög, és igen, örökre és termelődik. Aha, és ebből ez, megcsinálni. Ha belekattintasz a valamelyik furnace-be, látod, hogy az összes furnace tele van lávával. Igen, szóval, és akkor az égeti minden. Így van, azt is beteszem oda jó. Fentre. És nagyon égeti. Menő hallod. Igen, gyere, menjünk erre tovább. Ez most új addicionális része bázisomnak. Még ez építés alatt van. De itt van egy örök cukornát farm. És akkor azt is tudod, hogy azt is megmutatom, hogy miért. Mert ha ide felsétálsz, akkor itt van az én villager trader hólom.
Wow, és akkor őket mindig tudod a mesterséget, meg igen. Ezeket akár változtatni azt, hogy mi legyen? Ő például, ő a mendinges falusim, a többi az még éppen átállítás alatt van, de ha megnézed, ő papírért, tehát ezért kell nekem cukornád, papírért ad emeraldot, és utána 11 emeraldért ad egy mending könyvet. Úgyhogy nekem azt már a... nagyon sok mending hát könyvem van. Hát én ide járok majd hozzá, ha valamire szükségem lesz. Hát majd egyre több falusit csinálok, mert... Nagyon menő. Ez a rail hozza a falusiakat, mert a faluban van a villager breederöm, aki készíti, ami készíti nekem az újabbnál újabb falusiakat. Aszta. És akkor itt hátul van egy ilyen kis járat, ugye ide bejönnek a falusiak, és innen ők már egyenesen szaladnak is be majd a helyükre, úgy van megcsinálva. Tehát hát ott van az ágy. Ez zseniális. Ugye, ez zseniális, zseniális. Na gyere tovább, mert még van látnivaló. Azon gondolkozok, hogy mi az, amit még nem mutattam, tényleg sietek. A pókfarmot, az talán ebbe az irányba van. Várjál, erre van valami? Már nem is emlékszem, hallod? Ja igen, itt van egy ilyen kiásott részem. Ezt az egészet én ástam ki, ugye itt fel lehet menni oda kintre, meg ki lehet jönni ide hátra egészen. Nem tudom, olyan jól néz ki, olyan grandiózus ez a belépés. Igen, ez tök jó, hogy ilyen piramis belsébe lennél, amikor nem lennének falak, de jó. Na igen, és amúgy akkor el is mondom itt neked az titkos projektemet, hogyha megvagyok, csak ott zárt be kérlek majd. Szeretnék egy óriási piramist építeni, de tényleg egy akkora piramist, hogy az egész mapról lehessen látni. Na az nagyon jó, hát neked ez hozzád nagyon illene. Ugye? A sivatagban nagyon. És ahhoz gyűjtöd most az anyagot azt, hogy miből legyen, meg gondolom homokkőből lesz. Nem? Homokkőből, igen, de majd még azért, hogy óriási lesz, hát nem tudom, majd valamit kitalálok. Itt van egy bánya lejáratom a Diamond szintig, és ott rengeteg strip mine, hallod? Én 4-5-6 órákat ástam gyémántért, úgyhogy azért van sok. Na gyere, megyünk tovább, megyek. nem fel, csak rosszul indultam. Megyek, itt van a Nether kapum, és nekem már össze van kötve a Nether-röm Dáviddal és Andékkal, majd hamarosan megyek hozzá Gyöngyihez. És akkor bemész, attól mondjuk mész pár blokkot ugye a Nether-be, és akkor ott is vagy nálam. Igen, van épített utam, mindig felveszem az aranysisakomat, és akkor megyek tovább. Itt van egy kis örökvíz, hát ez tök egyszerű, ugye ez nem nagy cucc. Ilyen nekem is van. Igen, és akkor gyere, megmutattam gyorsan a pókfarbomat, és akkor szerintem itt egy kicsit ugrálj. Ez rossz irány, várjál, hülye vagyok. Várj, magam is eltévedek. Erre van a pókfarm. Itt le. Jó, és akkor... Na várjál, egy minecartunk van. Semmi gond, menjél vele te nyugodtan, én meg ugrálok utánad. Ülj be. A pókfarmhoz beszállok és megnyom a gombot, igen. És akkor mehetek előre? Let's go. Mehetek, oké. Vagy fuss utána, azt jövök! Ha gyorsabb. Jövök, hát jó, csak nem... De oké, csak legalább nem kell nyomkodni, mint az őrült, mert hallod, ez igen, úgy igen, eszi a húsomat. Lefutott a maraton, lefutott mögöttem. Ez milyen messzire csináltad amúgy? Hát ahol volt pókspawner. Ja, úgy, ja, tudod, tehát ez kell. Igen. Van skeleton spawnerem is, de nyugi, itt vagyunk mindjárt. Hopp, lelassultam, elfogyott a kajám. Ne, akkor egyéb egy kicsit, dobom magam utána kaját. Megyek. Nyugodtan, szent, nehogy elfáradj. Ó, milyen jó sült krumplék. Hidratáló pont vagyok a futásokon. Csak én a kajáltató pont vagyok. Oksi. Itt is vagyunk, gyere. Ó, itt föl, és akkor itt lesz a pókos buli. Igen. És itt is vagyunk, megérkeztünk, gyere. Megyek utánad, várjál, itt vagyok, hello, megjöttem. Na itt látod, ezt már én építettem, szóval ahogy érkeztünk, már úsznak is ide a pókok. Ide jössz, és akkor szépen csapod őket. Aha, ez nagyon jó. És nagyon adják az XP-t. Hát végül is úgy szoktam csinálni, hogy berakom az autoklikkert, és itt hagyom a gépet. És akkor kész. És gyűjti a cucc. Minden is van farmod úgy nagyjából. Nagyon hát már csak Diamondra kéne, meg Netherite-ra. Nagyon ügyes vagy. Köszönöm szépen. Úgyhogy nagyjából szerintem ennyi. Itt, de várjál, itt van egy ilyen... Csak egy hogy ne, megint... Igen. Egy vízkijárat itt. Jó, szóval onnan jöttünk. Így néz ki amúgy kívülről. Ezt is ilyen... Igen, mostanában nagyon odafigyelek erre, és hallod, milyen nehéz volt azt a járatot a föld alatt? Mert nem tudom, hogy figyeled-e, de itt mindenhol víz van, és mindenhol rám szakadt a víz. Igen. Nagyon. A sóderek meg ezek leesnek. Még itt a távol is meg tudjuk csodálni. Igen, azért jövök. Itt a Nílus itt átfolyik körülött, jó van.
Nagyon parás volt. Tehát nagyon jó, és nagyon feldobják ezek a színes virágok, ugye cserélasszonyok, azt szerintem nagyon jó, hogy azt oda tett elő. Hát azt kell, hogy mondjam, Kerk, ez egy zseniális túr volt, túrgájdom, nagyon ügyes voltál. Köszönöm és szépen. Köszönöm szépen, hogy bevezett a világodba. Én köszönöm, hogy jöttél és megnézted világomat, amit itt építgettem. Úgyhogy majd a te bázisodat is szeretném megnézni. Hát az hamarabb megleszünk vele, hiszen én azért annyit nem játszottam, még meg nem fejlődöttem még a learning new skill, verekedni skillt éppen megtanulom. Igen, a kézzelütés is egy skill, úgyhogy csak vigyázz el, van torz a ruhámon, nehogy visszakapd. Jó, hát akkor még a végén én sebződök. Igen, torz 2. Na jó, hát köszönöm szépen, ez zseniális volt. Én is köszönöm szépen, hogy jöttél. Na hát akkor majd legközelebb nálad találkozunk. Jaja! Halli!